2019 óta minden évben megrendezik a Honvéd Kadét konferenciát, amelynek célja a Honvéd Kadét program helyzetének, illetve a megvalósult és jövőbeni tervek megvitatása, valamint a honvédelmi nevelés jelentőségének növeléséhez szükséges intézkedések meghatározása. Az idei, a Puskás Arénában megrendezett konferencián Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. Felhívta a figyelmet arra, hogy generációk nőttek fel alapvető honvédelmi ismeretek nélkül. Mint fogalmazott, e probléma folyamatban lévő orvoslása nagyban köszönhető a Honvéd Kadét program sikerének. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára előadásában a sportot és a honvédelmet összekötő értékekről beszélt. Szólt a hazaszeretetről, a fegyelemről, a kitartásról és a csapatmunka fontosságáról. A Magyar Honvédség sportszázada kapcsán kiemelte, amellett, hogy rendkívül sikeres a program, rengeteg lehetőséget is rejt. Például ösztönző rendszer lehet azon fiatal sportolók számára, akik egyfajta háttérként vállalják a katonai szolgálatot. Itt van ma, ezt nyugodt szívvel mondhatom, hogy érdemes sportolónak lenni. Az elmúlt 12 évben fantasztikus ösztöndi programok indultak meg, és olyan létesítmények is épültek, amit azt gondolom, hogy bármely fiatal örömmel használ. Zsiga Tamás László, a tárca humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, hogy a konferencia jó fórum a honvédelmi nevelés és a Honvéd Kadét program dinamikus fejlődésének képviselésére. Kiemelte, bár számos kadét választja később a katonai életpályát, a kezdeményezésnek nem ez az egyetlen célja. Sokkal fontosabb, hogy értékes polgárokat adjunk a társadalomnak. Olyanokat, akik tudják azt, hogy mit jelent a honvédelme, mit jelent a hazaszeretet, mit jelent a hazáért tenni. Hozzátette, mindenki a saját pozíciójából is tehet azért, hogy a hazaügye előre tudjon menni. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke szerencsés helyzetnek ítélte a sport és a honvédelem összekapcsolódását, hiszen mindkettő kötődik a hazaügyéhez. Mint fogalmazott, a hazafias és honvédelmi nevelés a fiatalok szülőföldjük iránti ragaszkodásának kiépítéséhez szükséges, elengedhetetlen eszköz. Aláhúzta, a Honvédelmi Sportszövetségnek és a Magyar Honvédségnek közös a mozgatórugója. Egy kis közös cél vezérel minket. A hazavédelmének megerősítése, ennek az ügynek a valóságos nemzeti ügyi tétele. A rendezvény a Honvéd Kadét programban résztvevő iskoláknak szóló tájékoztató előadásokkal folytatódott. Egyebek mellett szó esett a kadétok formaruhaviselési szabályairól, valamint a Béri Balog Ádám ösztöndíj programról.